Szabadka 36 helyi közösségében a város lakosságának mintegy 25%-a járult az urnák elé a tegnapi helyi közösségi választásokon. A Nemzeti Összetartozás napján ünnepi állampolgársági esküt, illetve fogadalmat tartottak a szabadkai magyar főkonzulátuson. Topolya községben a duplájára nőhet az első újszülött után járó önkormányzati támogatás. Zenta is részt vett a Tisztítsuk meg Szerbiát elnevezésű nagytakarítási akcióban. Köszöntöm a nézőket! Nem hivatalos eredmények szerint a Vajdasági Magyar Szövetség nyerte a szabadkai helyi közösségi választásokat mintegy 9000 szavazattal. A második helyen a Demokrata Párt végzett 6000 voksal. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt 345, míg a Magyar Remény Mozgalom csupán 139 szavazatot szerzett. Összesen 36 helyi közösség tartozik Szabadkához. A város lakosságának mintegy 25%-at vett részt a tegnapi helyi közösségi választásokon. 2007-hez képest most mintegy 3%-kal többen mentek el szavazni. A Vajdasági Magyar Szövetség 27 szabadkai helyi közösségben állított listát, ebből 19 helyen szerezték meg a többséget. A VMS az urnák lezárását követően vasárnap este tartott sajtótájékoztatót. Az előzetes eredmények alapján a szabadkai helyi közösségi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetségre mintegy 9000-en szavaztak. A párt 20 helyi közösségben aratott győzelmet. Majdnem kétharmados többségünk van a helyi közösségi választásokon, tehát ezekben a helyi közösségben mindenhol első helyen végeztünk, magunk mögött hagyva a többi politikai pártokat. Én meg szeretném köszönni a polgároknak is a támogatást, meg szeretném köszönni az aktivistáknak is ezt az óriás munkát, és úgy gondolom, hogy bebizonyosodott az, amit már beharangoztunk, illetve amit elmondtunk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szinten az első számú politikai erőt szeretne lenni, és úgy gondolom, hogy realitás, hogy ezt a célt el is érjük. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint a választásokon durva kampány folyt. Szabadkán több helyen is kampánycsendet sértett a város vezetősége. Ennek ellenére a VMS nem nyújt be óvást. Nem nagy értelme van benyújtani, tehát az, hogy most pereskedjünk, meg bíráskodjunk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, úgy gondoljuk, hogy nem nagy értelme van, mert a Városi Választási Bizottságban sajnos abban az esetben is, amikor nyújtottunk be egy panaszt, akkor is, amikor egyértelmű volt, hogy milyen döntés kezdeni szülesen, akkor is született meg az a döntés. Maglai Jenő azt is kiemelte, a város vezetése a helyi közösségi választásokon csúfos vereséget szenvedett. Szerinte a Szabadkát irányító pártok eddigi munkájukért elégtelen osztályzatot kaptak a lakosoktól. A Demokrata Párt megtartotta a hatalmat azokban a helyi közösségekben, ahol eddig is többségben volt, hangzott el tegnap esti sajtótájékoztatójukon. Külön kiemelték, elégedettek az Orka helyi közösségben elért eredménnyel, ott ugyanis nagy arányban győzött a párt. A Demokrata Pártban elégedettek a szabadkai helyi közösségi választásokon elért eredménnyel. A koalícia, koja je preuzela absolútnu odgovornost za upravljanje i život građana ovim gradom i na ovim izborima uspela da osvoji najveći broj glasova i najveći broj mandata. Tako da se u ime Demokratske stranke i budućih i sadašnjih koalicionih partnera zahvaljujem. Radit ćemo na tome da sve ono što smo i obećali građanima mesnih zajednica zajedno sa našim koalicionim partnerima i ispunimo. A sajtótájékoztatón a demokraták kiemelték az Orka helyi közösségben és Csantavéren elért sikerüket. Ono što možemo sa posebnim zadovoljstvom da objavimo jeste da u mesnoj zajednici Čantavir nastavljamo da zajedno s koalicionim partnerima vršimo odgovornu vlast kao i do sada. I naravno ističemo veoma dobar rezultat u mesnoj zajednici Zorka koja je pokazala svu odgovornost građana i zahvalnost građana za sve ono što je odgovorno rukovodstvo mesne zajednice činilo sve ove godine. A Demokrata Párt a nem hivatalos eredmények szerint összesen majdnem 6000 voksot kapott a szabadkai helyi közösségi választásokon. Ez azonban csak a második helyre elég. A Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége elégedett a helyi közösségi választások eredményével. A Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége egyedüli problémaként a választások időpontját nevezte meg. 16. Benedek pápa ugyanis éppen ezen a hétvégén látogatott Horvátországba, és a vajdasági horvátok is nagy számban utaztak el az eseményre. Iz ovih glavnih mjesnih zajednica
gdje mi imamo jako biračko tijelo, 5 autobusa je organizirano bilo u Zagrebu i najmanje toliko je ljudi, to jest vjernika, bilo jučer na svečanoj svetoj misiji u Zagrebu, a da kažem da polovica predsjedništva stranke i jedan veliki broj članova vijeća stranke, to jest glavnog odbora stranke, također nisu bili ovdje jer su bili u Zagrebu. Što će reći da bi tu još bilo nekih možda 200 do 300 glasova više kumulativno kada se sve zbroji. A Kér, a Békova, a Györgyén, a Mérges, a Gát és a Nagyfényhelyi közösségben a VHDS az első három hely egyikét szerezte meg. Od ovih novih mjesnih zajednica gdje smo prvi puta išli, nažalost nismo prošli, to je Peščara, železničko naselje, Kertvaroš. Tu ćemo morati još nešto poraditi zbog ovih lokalnih izbora koji su najavljeni koncem ove godine ili početkom sljedeće godine. Palicson, a horvát párt a Vajdasági Magyar Szövetséggel koalícióban vitte el a szavazatok elsöprő többségét. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga pozitívan értékelte a tegnapi szabadkai helyi közösségi választásokat, hangzott el a sajtótájékoztatójukon. Az összes szabadkai szavazópolgár 8,5%-a támogatta a pártot. A VSL a 36 szabadkai helyi közösségből 26-ban állított jelölt listát, a Liga 48 mandátumot szerzett város szerte. Ez 7 helyjel több, mint 4 évvel ezelőtt. A párt a nem hivatalos eredmények szerint 2937 voksot kapott, és 4 helyen végzett az első helyen. Kisboszniában, Mérgesén, Kisbajmokban, Csantavéren és Györgyénén vagyunk gyakorlatilag győztes helyzetben, de az első számítások szerint úgy gondoljuk, hogy még legalább körülbelül 10 helyi közösségben meghatározó szerepet fogunk játszani a helyi közösség vezetésében. Csantavéren a VSL a második helyen végzett a Vajdasági Magyar Szövetség mögött. A 17 tagú közgyűlésben a VMS-nek 6, a Ligának 5, a Demokrata Pártnak 4 mandátuma lesz. Nismo uvek našli zajednički jezik, kad je Čantar u pitanju sa Savezom vojvođanskih Mađara, to ne znači da možda sutra nećemo naći zajednički jezik. Nismo još ne razgovarali ni sa kim, ni o kakvim koalicijama. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga a jövőre esedékes önkormányzati választások után is befolyásos tényező kíván lenni Szabadkán, legalább 10%-os támogatottsággal, hangzott el a sajtótájékoztatón. A Nemzeti Összetartozás napján 34-en tettek állampolgársági esküt, illetve fogadalmat a Szabadkai Magyar Főkonzulátuson. Az ünnepség díszvendége Kövér László volt, a Magyarország gyűlés elnöke. Egy évvel ezelőtt Kövér László, akkor még képviselőként, illetve Semjén Zsolta, a KDNP elnöke nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, ami alapján a trianoni békediktátum évfordulója a Nemzeti Összetartozás napjává vált. Most a magyar házelnök jelenlétében 34-en tettek esküt, fogadalmat Szabadkán. Kövér László azt mondta, különös alkalom volt a trianoni békediktátum évfordulóján visszahonosított magyar állampolgárokkal találkozni. Úgy érezték, hogy fontos számukra, hogy visszaszerezzék a maguk számára, meg a gyerekeik számára a magyar állampolgárságot, és nem feltétlenül azért, mert enélkül nem éreznék magukat magyarnak, hanem pont azért, mert maguk is, meg a szüleik, felmenőik sokat tettek annak érdekében, hogy ez a közösség itt megmaradhasson. A Szabadkai Magyar Főkonzulátuson folyamatosak az eskütételek. Korsós Tamás főkonzul hangsúlyozta, a június 4-i rendezvény mégis kitűnik a többi közül. Egyrészt a magyar nemzet tragédiájára emlékezünk, trianoni békediktátumra, de mindezt tesszük a jövőbe tekintően, a magyar nemzet újjászületése, a magyar nemzet megmaradása tekintetében tesszük, tehát a jövőt építjük. Kövér László, a Magyarország gyűlés elnöke, a rendezvényt követően a Pannon RTV-be is ellátogatott. Nincs határon túli és belüli ügy, csak egy ügy létezik, a magyarság ügye, emelte ki a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett ünnepségen Ópuszta Szeren a Magyarország gyűlés elnöke. Kárpát-medence szerte rendezvényekkel emlékeztek meg a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról. Az új összetételű Magyarország gyűlés egyik első intézkedései között fogadta el tavaly a Nemzeti Összetartozás napjáról szóló törvényt. Az idén először szerveztek nagyszabású rendezvényeket Kárpát-medence szerte azzal a céllal, hogy a magyarságot egységében megerősítsék. Ópuszta Szeren dr. Kövér László, a parlament elnöke úgy fogalmazott,
Eljött az idő, hogy most már nem Trianont kell gyászolni június 4-én, hanem a túlélést, a magyarok összetartozását ünnepelni. Kisrigó László, Szeged Csanádi megyés püspök hálaadó imájában a nemzet összefogásának erejéről szólt. Dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke a Pannon RTV-nek azt mondta, bár a 20. század nem a magyaroké volt, a 21. viszont már az lehet. Lehet, hogy eltapostak bennünket, lehet, hogy úgymond szétszabdalták az országunkat, de ennek ellenére maga a nemzet, a magyar nemzet az él, és együtt van, és továbbra is megvagyunk, és erősek vagyunk. Ennek külön örülök, hogy ez egy pozitív üzenetet közvetít, pont azt, hogy 1200 gyermek fog együtt énekelni, és pont azt, hogy mindenki itt van, aki a Kárpát-medencében úgymond fontosnak érzi a magyarság ügyét. Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékparkba több mint 1000 diák érkezett a Kárpát-medencéből. Mint elhangzott, fontos a fiatalok nemzettudatának erősítése. Mindenkinek van valaki határon túli ismerőse, vagy onnan származik, vagy tanít olyan diákot, aki a határon túlról érkezik. Tehát úgy látszik, hogy ez majd 100 év, ez igazából még mindig összekötve tartott bennünket annak ellenére, hogy ez viszonylag nagy időnek számít. Nincs határon belüli és határon túli magyar ügy. Egy ügy van, a magyarok ügye, mondta dr. Kövér László ópusztaszeren. Ezt az eszmét szimbolizálja az a tény is, hogy a Kárpát-medence minden magyarok rakta részéről 1400 fiatal érkezett ide ópusztaszerre, hogy együtt énekelje el a himnuszt és a szózatot. A Pannon RTV híradóját Kozma Zoltán tudósította ópusztaszerről. A község és a városi közigazgatás, valamint egyes köztársasági szervek munkájával kapcsolatban érkezett a legtöbb panasz a tartományi ombudsmanhoz az elmúlt évben, mondta el parlamenti beszámolójában Muskinya Henrik Anikó jogvédő. A vajdasági képviselőház pénteken megkezdődött és mai folytatásán döntés született mintegy 100 a tartományi közigazgatásban dolgozó tisztviselő felmentéséről és átcsoportosításáról is. Mindannyian az IPA projektumokkal és európai integrációs ügyekkel kapcsolatos teendőket látják el a továbbiakban. A tartományi költségvetés újraütemezéséről elfogadott pénteki határozat értelmében vajdaság büdzséjét 1,84%-kal növelik, vagyis 61,8 milliárd dinárból gazdálkodhat a tartomány. Tegnap befejeződött a 35. Durindó és a 48. Gyöngyös-Bokréta csonopján. A Népzenei és Néptánc Fesztiválon több mint 2000 vendég lépett fel Vajdaságból. Első alkalommal ítélték oda a Bodor Anikó népzenei díjat annak az együttesnek, amely a leghitelesebben tolmácsolta Önnön népzenei hagyatékát. A díjat a Tóthvalósi Fehér Akác Művelődési Egyesület énekcsoportja és citere zenekara kapta. Jövőre Magyar Kanizsán rendezik meg a Durindót és a Gyöngyös-Bokrétát. Topolya községben a duplájára nőhet az első újszülött után járó önkormányzati támogatás. Eddig 4,500 dinárt kaptak a családok, most a tervek szerint mintegy 10 000 dinárban részesülnek. Évente mindössze 250 gyermek születik Topolya községben. A negatív népszaporulat és a nehéz anyagi helyzet miatt kezdeményezte a Vajdasági Magyar Szövetség Községi Női Fóruma, hogy nagyobb támogatást biztosítsanak a gyermekeket vállaló családoknak. Szeretnénk, hogyha az önkormányzat a jelenleg határozatban lévő, vagy hatályban lévő határozatát megváltoztatná. Az első gyermekek után kifizetendő összeget szeretnénk a legalább a duplájára megemelni, és fontolóra venni az esetleges második, harmadik, negyedik gyermek után kifizetendő legalább egy minimális összegnek a kifizetését. A topolyai önkormányzat támogatja a kezdeményezést. A költségvetés módosításával pedig majd a szükséges eszközök is rendelkezésre állnak. Visszamenőleg január 1-től tudjuk majd ezt a támogatást átutalni az űszületeknek. Ez évi szinten körülbelül olyan 2 millió dinárt jelent az önkormányzat számára, de már egy költségvetési módosításunk is lesz a következő ülésen, és hát beterveztük ezt a az összeget. Korábban olyan kezdeményezés is volt, hogy a terhesség megtartáson levő anyukák 65%-os fizetését is pótolja ki az önkormányzat. Ezt azért nem támogatta az önkormányzat, mert a terhes kismamák 60%-a munkanélküli, így ők nem részesülnének támogatásban. Az Északbácskai körzetben 70 fogyatékkal élő állástalan kaphat munkát a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közmunkaprogramjának köszönhetően.
A régióban 6 foglalkoztatást ösztönző projektum kap támogatást összesen 14 millió dinár értékben. Idén Szabadkán, Pacséron, Topolyán és Kishegyesen is munkába állhatnak a fogyatékkal élők. Kadrecs o instituciama, ustanovama i udruženjima kojima su odobreni projekti u pitanju su znači sledeća: Zološki vrt Palić, zatim udruženje građana Centar za pravi život, zatim gerontološki centar iz Subotice, mesna zajednica Pačir, mesna zajednica Bačka Topola i iz IDA, društvo za zaštitu majke i dece opštine Maliđoš. A fizikailag és szellemileg sérültek foglalkoztatása 6 hónapig tart majd. Fizetésük 17 ezer és 22 ezer dinár között mozog, végzettségüktől függően. Legtöbben a környezetszépítéssel, fásítással, kertészkedéssel összefüggő munkakört töltenek majd be, de a közterületek takarításában is részt vesznek. Zaisto pitanju raznorazni poslovi, poslovi administrativnog radnika, čuvara, zaštitara, zatim poslovi baštovana, pomoćnog radnika u kuhinji, pomoćnog radnika u stakleniku i slični poslovi. A hivatalos adatok szerint a fogyatékkal élők foglalkoztatására a szerb állam több mint 253 millió dinárt biztosít. Ez 112 projektum finanszírozására elegendő, és 1321 személy elhelyezkedését teszi lehetővé. Szabadkán idén először tartják meg a hagyomány ízei elnevezésű rendezvényt, amelyen a szerbiai termelők mellett a külföldiek is bemutatkoznak. A kék szökőkút mellett 50 standot állítanak majd fel. Ezeket borokat, pálinkákat és házi gasztronómiai specialitásokat kóstolhatnak, illetve vehetnek meg az érdeklődők. Szakmai tanácskozást is tartanak, valamint lesz kulináris szórakoztató műsor is. Koncerteket tartanak a felnőtteknek és a gyerekeknek. A hagyomány ízei rendezvény pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik és szombaton zárul. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Szabadka több pontján szerveztek takarítási és szemétszedési akciót. A megmozdulásra Tisztítsuk meg Szerbiát elnevezésű akció része volt. A rendezvényen országszerte mintegy 270 ezer önkéntes vett részt. A Tisztítsuk meg Szerbiát akciót a Környezetvédelmi Minisztérium indította útjára. A szombati rendezvényre mintegy 4000 szabadkai jelentkezett. Palicson a Vigadónál gyülekeztek az önkéntesek, innen több csoportban indultak szemetet szedni. Voltak, akik a partról halázták ki a tóba dobott hulladékot. Míg Tisztítsuk partról, vannak merítőhálójaink, 3 méteres, 2,5 méteres hosszúságú a nyele, amit míg beérünk partról, kiszedjük az ilyen műanyag hulladékot, az elhullott haltetemeket, stb. Ilyen különböző hulladékot, amit nem érünk be, jönnek a kollégák csónakból, és akkor azok víz viszedjék ki. Az akcióban 7000 szemetes zsákot és 3000 pár kesztyűt osztottak szét. A Palicsi tó mellett a Ludasi tó partját is tisztították. A tópart mellett szedtük össze a szemetet. És mennyi sok szemetet találtatok? Igen, eléggé nagyon. Volt egy 6 zsák körülbelül. A takarításkor összegyűjtött szemetet a szabadkai szeméttelep hétfőn is ingyen átveszi. Hogy az akció során mennyi hulladékot gyűjtöttek össze, az a hét elején derül ki. Tavaly egyébként az önkéntesek mintegy 550 köbméter szemetet szedtek össze. A kezdeményezéshez egyebek mellett óvodák, iskolák és civil szervezetek is csatlakoztak. Azonban egyes helyi közösségekben az akciót követően is maradt szemét. A Tisztítsuk meg Szerbiát akció keretében Topolyán elektromos és elektrotechnikai hulladékgyűjtést szerveztek. Az aktivisták az elavult háztartási gépek és a használaton kívüli műszaki berendezések szelektív elszállítását biztosították. Az akcióból befolyt összegből a szervezők Topolya község iskoláinak vásárolnak új sporteszközöket. Első alkalommal volt lehetőség Topolya községben az elektrotechnikai hulladék szelektív begyűjtésére. Az akció után a tárgyak egy pancsevói üzembe kerülnek majd újrahasznosításra. Nagyon érdekes dolgokat hoznak az emberek, régi televíziók, grafoszkópok, tehát olyan dolgok, amire én is még úgy gyerekkoromból emlékezek bizonyos dolgokra, tranzisztorok, de viszont érkeznek számítógépek, mobiltelefonok, tehát hajszárítók, sok minden. Több vidéki településről a mezőgazdasági termelők útlezárásai miatt nem tudták eljutatni Topolyára az összegyűjtött hulladékot. A gyűjtésre szervezett konténerek sem érkeztek meg. Az akcióban így is több mint 30-an vettek részt. Az emberek még mindig
hogy mondjam, nincsenek megtanítva, hogy ezt ilyen módon kellene csinálni, hanem csinálják azt, amit szoktak, hogy eljönnek krivaig, akkor bedobják oda a szemetet, mert az el fogja vinni. De hova, kinek, az őket éppen nem érdekel. Az ekránokat is ne oda dobáljuk szét, ahova nem kellene. Ilyen erdős részben, ahol láttam, sokfelé szétdobálva. Hát mert az akcióval én szerintem a helyre kerülnek, ahol az embernek a környezetét ma nem fogják veszélyeztetni. A szervezők őszre újabb akciót terveznek, ugyancsak az elektromos hulladékot gyűjtik majd. Zenta is részt vett a hétvégén a Tisztítsuk meg Szerbiát elnevezésű nagytakarítási akcióban, amely során összesen mintegy 250 ember segítkezett a szemétszedésben a város különböző részein. A várostisztító akcióban mintegy 1000 diák is részt vett, de ők a ballagások miatt egy héttel korábban végeztek nagytakarítást. A most hétvégén megtartott akcióban 250 polgár tüntette el a szemetet a város különböző pontjairól. Mint látják, a tiszaparti padokat fessük mi, úgymond politikusok. Legtöbb ember lent a népkertbe takarít, azután a népkert mögötti kanálisból szedik ki a PET palackokat, és a többi az valóban nagyon rossz állapotban van. A Turzó iskolánál is van egy kanális, amely bizony-bizony tele van szeméttel, ott is van egy társaság. A vállalatok dolgozói pedig kin az ipari zónát, a cukorgyár és az Altec munkásai ott takarítanak. A takarítási akcióba a helyi kommunális és lakásügyi közvállalat dolgozói is bekapcsolódtak, akik a népkertet és környékét tették rendbe. Közvállalat önkéntes alapon vesz részt ebben az akcióban. Mi nagyon örülünk ennek az akciónak, mert hát olyan területek is kitakarításra kerülnek, ami nem szerepel a mi rendes programunkba, amit az önkormányzat nekünk feladatul tűz ki. A város tisztántartása érdekében a közeljövőben új szelektív hulladékgyűjtő konténereket helyeznek el Zenta több pontján is. Tizenöt baleset történt a Szabadkai Belügyi Titkárság hatáskörébe tartozó területen az elmúlt héten. A rendőrségi közlemény szerint személyi sérüléssel 5 szerencsétlenség járt. Összesen 8-an sérültek meg, közülük 2-en súlyosan. 10 balesetben csupán anyagi kár keletkezett. Ugyanebben az időszakban a tűzoltókat 10-szer riasztották. Híradunk végén még egyszer a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Szabadka 36 helyi közösségében a város lakosságának mintegy 25%-a járult az urnák elé a tegnapi helyi közösségi választásokon. A Nemzeti Összetartozás napján ünnepi állampolgársági esküt, illetve fogadalmat tartottak a Szabadkai Magyar Főkonzulátuson. Topolya községben a duplájára nőhet az első újszülött után járó önkormányzati támogatás. Zenta is részt vett a Tisztítsuk meg Szerbiát elnevezésű nagytakarítási akcióban. Holnap az interjúban Korsós Tamás szabadkai főkonzul lesz a vendégünk. A pályaválasztóban újabb középiskolákat ajánlunk a nyolcadikosok figyelmébe. A Vitrásban a 35. Durindó és a 48. Gyöngyös Bokréta rendezvényéről számolunk be. Köszönjük a figyelmet, további kellemes estét!